Van gyertyám? Te vagy otthon. Jó, de te veszel minden nap 500 mécses. Aromaterápiás úszó mécses. Imádom az illatát. És hol vannak? Mik? A mécseseid, kisfóká! Én nagyon megkedveltem egyébként ezt a szerepet. Szerintem nagyon, nagyon szerethető figura, és az a nagyon jó ebben a darabban, hogy mindenkit meg lehet érteni. Az összes szereppel lehet menni, én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a kis igazsága. Brinsley Miller esetében az esetlenség az, ami rendkívül szerethető, és az a helyzet, hogy ugye az előadás elejétől a végéig folyamatosan jót akar. És ennek még csak az árnya sem sikerült. Ez, hogy még csak egy pici pillanat nincs, amikor bármit, amit ő kitalálna, az jól sülne el. Ez egy szükségállapot. Ennyit mindenki láthat. Senki nem lát semmit. Ez a szükségállapot. Akkor oldja meg! Jó! Akkor én most leugrom a hét csöcsbe. Mert Jim a pultos, fülgyertyák a sette. Alapkoncepció szerint, amikor sötét van a színpadon, akkor fény van valójában. Tehát alapból ott indul a történet, hogy valójában egyáltalán nem nézhetünk egymás szemébe. Ez alapvetően azért mégiscsak egy szórakoztató előadásnak készült, tele helyzet és jellem komikumokkal, de mindemellett azért, ha minden jól megy, akkor a főszereplőnek egy jellemívét végigkövethetjük. Szerintem, ami következik ebből az egész világos sötét játékból, az voltaképpen az, hogy nagyon szeretünk hazudni, és ha adódik egy olyan lehetőség, amikor az ember megnyílhat, akarva vagy akaratlanul, akkor ugye ezek a dolgok felszínre jönnek, és mondjuk szembesülnünk kell vele. Sötétbe süket az, aki vak. Ezt aki megnézi, az meg fogja érteni, de a lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy az ember bizonyos szélsőséges helyzetekben, mint például amikor nincs világosság, vagy nem látjuk egymást, akkor egyel nyitottabbá is válhat akár bizonyos éles helyzetekben, amit a darab szituációi nyújtanak hozzá. És mind a mellett, hogy vicces, amellett vannak benne nagyon komoly drámai szálak, és mindegyik figura egy picit megnyilvánul benne. Egy klasszikus figyeltéknek mondanám, úgyhogy reméljük, hogy a nézők is így fognak reagálni. Azért találkozni a darabban szaftosabb részletekkel, vannak benne szókimondóbb jelenetek, olykor egészen bátor, szatirikus pillanatok. És igazából ezért döntöttünk úgy, hogy mindenki jobban jár, ha ezt előre jelezzük. De egyébként semmilyen erőszak vagy bármi határátlépés nem történik. Nagyon jó a csapat. Igazából ezt nagyon imádom. Mindenki bolond. Kérlek, hogy elhatalmasodik rajtam! Nyugalom, fiam! Nyugalom!